Keresztesi Kálmán vagyok, a 18. kerületi Bergson Humortani Intézet egyik alkalmazottja. Sunyoga Marika néni a munkatársam, ő fog majd segíteni egy kis tesztben, és mutatkozom be. Giulia professzor doktor. Egy nagyon rövid kis kísérlettel fogunk kezdeni. Ugye ez egy humorológiai intézet, onnan érkeztünk. Vicc, ízlés és viselkedés tan, ez a három. Vicceket fogok felolvasni, arra kérem önöket, hogy először is engedjék el magukat. Lazán, jó? Nem nyilvánosak az eredmények, tehát sem a nevüket, papírjukat, semmit nem fogunk elkérni. Ezért kérem önöket, hogy teljesen őszintén reagáljanak, amelyek nem jó, úgy nem reagálnak. Ha meg jó, akkor reagálnak, vagy sunnyognak. Ne, ez már így. Na, ez egy kezdetnek jó, jó. Tehát, Móriczka panaszkodik az anyjának. Mama, az iskolában azt mondták nekem, hogy én állandóan hazudok. De Móriczka, te még nem is jársz iskolába. Ez egy olyan, igen, nagyjából erről van szó, egy olyan 30%. 30% rasszista, oké. Hogy eljuss. Ez most nem tudom, nem hallottam, mit mondott a kollega, de ez 30% rasszista, ott ült pár gyerekgyűlölő. Jó, megyünk tovább. Idős néni kopogtat a tanári ajtón. Jó napot, a Pistike nagymamája vagyok, és szeretném elkérni az unokámat az utolsó óráról. Hát ez nem fog menni, Pistike, ma nem is jött iskolába. Akkor hol van? Hát elvileg az ön temetésé. Jó, három nagyon gonosz ember. Persze. Ez abszolút. Mit gondolsz? Nagyon régi. Ja, hogy aki nem teljesen nevet, tehát pszichológiailag megállapíthatjuk akkor, hogy két ember nevet, akinek új, vagy aki hirtelen megérti. Ugye? De miért nevetünk? Miért tetszettek nevetni? Mert tetszik. De miért tetszik? Tetszik. És miért vicces? Igen? Igen. Általában egy kodolóság alatt körül a öt nagymama hal meg is hallott. És látod most? Igen. Önfelismerés. Önfelismerés, ez például jó? Önreflex. Nekem egy gyerekkoromban egy pár nagymama meghalt. Az iskolában. És ilyenkor miért nem babonásak az emberek, kollégina? Hogy miért nem babonásak az emberek? Hát ez teljesen attól függ. Neveltetés kérdés. Én annyira emlékszem az osztálytársamra, aki bejött egyszer, tényleg tudtuk, hogy imádja a nagymamáját, tudtuk, hogy nagyon jóba voltak, és akkor emlékszem arra, hogy bejött a Kati, lerakta a volt egy ilyen írhabundája, lerakta a fogasra, és így elkezdett rázogni, és akkor tudtuk, hogy meghalt a nagymama. És onnantól kezdve mindenki kímélte, egy jó ideig a tanárok is, és akkor én tényleg így gyerekkoromban így gondoltam erre, hogy ez jó, az emberek meghal a nagymamája, tulajdonképpen ideig, akkor hol van ez? Tehát, hogy ezt a, így felpiszkálja azt, érted, hogy nem az együttérzést, hanem ezt a kivételezett helyzetben levő emberre való irigykedés. Szörnyűek vagyunk, igen. Ez még nem tudtam eszembe, igen. A harmadik vicc jön, ez négy vicc zsinórban. Ez a tesztünknek egy ilyen terheléses része. Tehát akinek esetleg valami baj van a vérnyomásával, vagy gyógyszereket szed, epilepszia, stb., az most még kimehet. Jó. Terheléses, kemény lesz, arra készüljön. Mi csillapítja a farkas éjséget? Piroska. De, jó. Mi az? Sinem megy és vonat? Hát ugye találós kérdés. Mondom, terheléses. Vigyázzon, mert ha most itt tart, akkor lesz itt még baj. Hol lakik az alkoholista? Az üveghegyen túl. Értik. Hogy lehet felismerni a kezdő tűzoltót? Hogy lehet felismerni a kezdő tűzoltót? Elég könnyen. Valami fáj esetleg? Elég. Szóval ezekben a viccekben azért örül a nép,
Azért örül, mert így vállon veregetheti magát, hogy most ezt megérti, meg most ezt nem sikerült. Nem az a baj, bocsánat, hogy nem olvastam el mindet előtte, és most az a baj, hogyha most felolvasom, hogy mi röhögök, akkor azt hiszik, hogy beteg a lelkem, de... Mi a különbség a Márk és a csecsemő között? Tehát mi a különbség a Márk és a csecsemő között? A Márk nem sír, ha ledarálod. És... Na most fejtsük meg a fekete humornak az ő titkát, ugye? Fejtsük meg valami. De azért ezzel az én sokan nevettem. Nem merem nézegetni, tovább mondom. Mert az egy, nem az a baj, az egyik egyébként nem röhögtem. Igen. Ugye, és... Igen. Erről az egy kedvenc viccem jutott eszembe középiskolából, a miért nem jön ki tavasszal a kismaci a barlangjából? Mert megdöglött. És ez volt a kedvenc viccem. Szomorú gyerek. Nagyon szomorú gyerekkorom volt, igen. Illik, hogy tessen. Tehát, hogy a fekete humor? Nem tudom igazából, ugye mi kérdezünk. Nekünk meg kell állapítani, ugye tudományosan, hogy melyik humorra miért pont úgy reagálnak, így ilyen mennyiségben, tehát egyenlő mértékben. Mert ugye vannak ezek a nagyon egyértelmű viccek, amiket mondtunk. Most a fekete humor az már tulajdonképpen egy kicsit intellektuálisabb, kicsavart logika kell hozzá. Megízlés. Hogy azt is vegye valaki? Mondjuk. Vagy mit gondol? Elkalandoztam most. Szabad, nem? Szabad egyébként, igen. Nálunk szabad. Addig, amíg nem mondunk viccet, mert akkor koncentrálunk arra, ami a feladat. Ígérem. Kísérletben szerepelünk, hát nincs valami. De rajtatok kalandoztam el. Tehát rá, ez nem jelent, hogy figyeltem. Tízlés és humor. Mondja még egy viccet, csak így. Találomra. Találomra. Te, mi mindig csak a szexről beszélgetünk. Ez annyira unalmas már. Beszéljünk most valami másról. Jó, de miről? Hát mondjuk a zenéről. Rendben. Csináltad már zongorát? Nem tudom, a humor dologban egyébként, tehát ez például a színházban egy ilyen nagyon izgalmas dolog. Én például nagyon szeretem azt, amikor valami nagyon-nagyon fárasztó, és elsőre nem vicces, másodszorra sem, harmadszor. Még kevésbé, és biztos láttak már ilyet, egy idő után át tud a dolog fordulni. Én, hogyha hosszabb útra megyek egyébként, akkor mindig vásárolok, van ez a Móricz kalap. Ha vonatozom, akkor veszek egy... Szoktam olvasni szép irodalmat is egyébként. Komolyan. És hogy nem tudom, hogy 8-10 vicc után, tehát hogy ha például ezzel a viccel kezdem az elején, akkor lehet, hogy most nem vagyunk ilyen jóba. Vagy még ennyire se. És akkor mondjuk egy utolsót. Nem ez túl jó. Kanibálok beszélgetnek. Máros. Mondjuk Szegeden. Csak az. Hol van az anyád? Mögötted. Mögötted? Mög. És van kedvenc viccem? Privát viccem? Nem tudom, én alapvetően nem, nagyon ritkán nevetek, de mivel előbb pont a csecsemő darálós viccen, igen, ezért... Most nem tudom, mi derült ki ebből rólam. Kedvenc viccem? Nem, nagyon sok helyig egyébként ezt a medvéset szerettem. Mert neked? Nekem van, de az egy kicsit csúnya. Ja. Nincsenek gyerekek. Hazajön a kón, és ott találja az ágyon a feleségét, meglehetősen kielégített állapotban. Hát mi van, drágám, mi újság? Hát semmi, itt volt a grűn. Itt volt a grűn, és mit akart? Hát, kit akart? Jól megdugott, betakart, de hogy mit akart? Hát, azért, nem tudom,
róla, még mindig azt a viccet mondom már, ha megkérdezik, hogy mi a kedvenc viccem, hogy a Pistike bemegy a boltba, csókolom, van zizi, nincs zizi, nincs zizi, nincs zizi, csókolom, szia Pistike. Másnap is bemegy Pistike a boltba, csókolom, van zizi, nincs zizi, nincs zizi, nincs zizi, csókolom, szia Pistike. Harmadnap is bemegy, csókolom, van zizi, nincs zizi, nincs zizi, nincs zizi, csókolom, szia Pistike. Negyednap is bemegy, csókolom, van zizi, van zizi, van zizi, van zizi, csókolom, szia Pistike. Akkor most már igaziból mindenkinek jó estét kívánok. Bácskai Júli hangulat és kapcsolatjavító Vándorszínháza nevében. A Vándorszínház azt jelenti, hogy megyünk bárhová, hova meghívtok. A Bácskai Júli meg én vagyok. Van egy-két, nem sok, aki először jött, ugye? Van, aki még nem volt nálunk. Isten hozott titeket, igen. Szóval a többiek meg ilyen visszajáró emberek, sajnos már meghallgatták, vagy nem sajnos sokszor. Szóval, hogy én egy gyakorló pszichológus vagyok, és kitaláltam egy ilyen műfajt, amikor kitaláltam, akkor még nem gondoltam, hogy ebből műfaj lesz, amikor is ugye különböző pszichológiai helyzetekről, témákról megpróbálunk élő háromdimenziós színészekkel előadást produkálni. Ez azt jelenti... Hirtelen két dimenziósak lettek, ami úgy készül, hogy kitalálom magát a témát. Most például azt a témát találtam ki, hogy ízlések és rokonok. Na most akkor erre különböző módokon készülök, elkészítek egy forgatókönyvet, amiben szituációkat, karaktereket vázolok fel, és aztán itt, ami történik, azt nem tudjuk pontosan, hogy mi, az improvizáció, tehát mindenki improvizál nálunk. Ebben bizonyos mértékig a nézők is részt vehetnek, nem jönnek ki a színpadra, ha csak. Nem akarunk. Nem. Viszont néha beszélgetünk. Hogyha valakinek kedve van, akkor szóval velem, akkor néha jövök beszélgetni. A mi mottónk az, hogy nem a mi életünket teregetjük, de nagyon itt leszünk. Nem a te életedet boncolgatjuk, de beletrafálhatunk. Ez az ízlések és rokonok téma, amihez én hívtam az Őrkény Színházból, végre valahára nagy nehezen, Takács Nóra Diánát. Azért nagy nehezen először fog velünk játszani, viszont már játszott velünk még Miskolcon, amikor ott 2,5 évig dolgoztunk, Molnár Gusztáv. És kezdett hegedülni Móna János. És akkor én megyek is, mert hát van egy páciensem, időnként felbukkan, Buszti. Hogy amikor kamaszkorodban egy időben jártál hozzám, akkor is az volt a problémát, hogy olyan máshol, mint a többi. Szó szerint kilógtál a sorból, hogy olyan gyorsan kezdtél el nőni. Ezt már nem is emlékszel, jó van, nem baj. Én mindenkinek emlékszem. De hát a nyaranta mindig nagyon megnyugtam. Igen, csak úgy akkor az neked gondot okozott. Én mindig úgy képzeltem, hogy milyen jó lehet egy magas embernek lenni, de azóta találkoztam néhányal, aki nem biztos, hogy örült ennek. Attól függ, de erről már beszélgettünk el azért eleget. Szóval, hogy... Igen, hát most nyilván más helyzet van. Ezt szerettem enni. Így is hisztál? Vagy nőttél? Általában. Tehát, hogy nagyjából ugye évközben úgy nézett ki, hogy errefelé, és aztán mindig a nyáron valamiért valószínűleg így működik a testem, így az úgy... Igen. Fölfeleztem, mint egy madár, olyan, mint hogy repültem volna. Anyukám mondta, hogy mindig vagy olyan vagyok, mint egy rosszul, valam. Hogy a többieknek nem ilyen volt az akcelerációja, stb. Nem, hát nem is a srácok miatt, hanem inkább a lányok miatt volt ez mindig baj, hogy ők mindig olyan picik voltak. De hát a lányok azok olyanok, hogy lehet egy férfi bármilyen,
ugye hallják is a déd nagymamától, ha egy férfi szemben az ördögnél egy fokkal, az már csak jó lehet, de ha egy centivel alacsonyabb, mint ő, akkor kész, kapcsolat ugrott, szó nem lehet róla, akkor örültek ennek. Ezt az ördög dolgot, ezt én is hallottam, de igen, mondjuk én is csak a nagymamától. Nem tudom, azt, hogy most más voltam, mint a többiek, azt nem tudom. Néha. Egy ideig nem is nagyon volt a barátaim, aztán ugye erről már beszélgetünk, hogy aztán ugye kitaláltam magam a párat. Igen. Aztán velük is egyre gyakrabban volt konfliktusom, és aztán nem tudom, valahogy úgy alakult, hogy aztán el is sodródtam az úrról, és aztán ideig jó volt. Állítólag van egy ilyen, tehát ugye amiért eleve itt vagyok, hogy most már hát másfél éve nem volt úgy dolgom lányokkal, hogy, hogy úgy. Mert hát szexelek már, mint úgy, hogy 14 éves koromban elkezdtem fejbe, és azóta folyamatosan. De hogy érti, szóval, hogy ismerkedni nem könnyű, vagy igen, tehát nem mindig jutok el addig az első lépésig, mondjuk ami a megszólítás, beszélgetés. Hát figyelj, hallom a pácienseimtől, én is tőlük tanulok nagyon sok mindent, hogy van egy ilyen cucc, hogy Tinder.